Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! A mai témánk első körben az lesz, hogy hát érdekes mozgásokat látunk a nemzetközi szintéren. Többek között elfogató parancsot adott ki Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke ellen a hágai nemzetközi büntetőbíróság, illetve szóba került az is, hogy vajon letartóztathatják-e Donald Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok elnökét. Ön hogy látja, mennyire általános jelenség az, hogy egykori elnökök meg jelenlegi elnökök a büntetőbíróságok célkeresztjébe kerülnek, és hogy látja, ezek egyszerű médiafogások, vagy valóban elképzelhető az, hogy egyik vagy másik vezetőt letartóztathatják? Ugye az a helyzet, hogy ezt nem gyakran alkalmazzák azért még. Ugye amiről én tudok, az kettő ilyen volt, amely ezt a bizonyos bíróság elfogató parancsot adott ki. Az egyik Kadhafi Líbia volt vezetője ellen volt, a másik Omar el-Bashir, a szudáni elnök ellen, ha jól emlékszem. Tehát olyan fajta megközelítést jelent ez, hogy aki egyfelől természetesen számon kérhető, de ugyanakkor a, mondjuk a mainstream számára nem elfogadható megoldásokat követ. Ilyen volt egyébként Kadhafi, most itt a Putyinra gondolok elsősorban, és tulajdonképpen még a Trumpra is. Arra tulajdonképpen egy ilyen fajta bélyeget rá lehet fogni és rá lehet tenni. Mert ha abból indulunk ki, hogy nagy hatalmak, katonai hatalmak, olyanok, akik tulajdonképpen háborút is viseltek vagy viselhetnek, gyakorlatilag a bűn útján járnak ilyen értelemben, hiszen a köznapi értelemben vett gyilkosság, vagy emberélet kioltása, vagy arról felbújtás, az ugye üldözendő cselekmény. De hogyan jelenik meg ez a politikában? Én mindig ez a kérdés. És van még egy nagyon fontos megállapítás, véleményem szerint a jelenlegi helyzetnek, hogy ugye egyébként a nagyhatalmak nem ellenségei egymásnak, hanem ellenfelei. Abban a pillanatban ellenségként kezelhetjük őket, hogyha valakik úgy döntenek, és ugye itt még egyszer visszautalnék azokra a politikai erőkre, a háttérben lévő rendszerekre, amelyeknek időnként szükségük van arra, hogy valakit főbűnösnek jelöljenek meg, abban az esetben, hogyha az ő stratégiájuknak az megfelel, független attól, hogy egyébként milyen bűnt követett el, vagy miért nem. Mert ha most az ön által kérdezett két konkrét politikai szereplőre gondolunk, ugye Putyint azzal vádolják, hogy tulajdonképpen nem tudom pontosan mondani, ilyen gyereklablást, vagy nem tudom mit követett el azzal, hogy Ukrajnából menekült embereket, többek között gyerekeket is befogadott. Ugye ezt úgy próbálják beállítani, hogy ez a szemben álló ország állampolgárait nem fogadják be. Nem szokás, vagy legalábbis nem ez a normális eljárás. Ebből következően itt nem arról van szó, hogy az emberek önként mentek Oroszország irányába, mint egy védelmet keresve, egyébként ez történt, hanem úgymond az orosz fél elrabolta Ukrajnába az ukrán polgárokat, és ez bizony háborús bűncselekménynek is minősíthető. Tehát az a furcsaság áll elő, hogy megint a lényeget felejti ki ez a bizonyos fősodrú média, amely arról szól, hogy abban a bizonyos régióban, ahol most a fegyveres összecsapás zajlik Ukrajna keleti részén, ott főként orosz nemzetiségű ukrán polgárok élnek, akik korábban népszavazás útján kinyilvánították, hogy szeretnének elszakadni a kijevi vezetéstől, Ukrajnának ilyen értelmi politikai irányításából. Ezt a nemzetközi világ anulálta, úgy döntött, hogy ez nem volt korrekt népszavazás. Megjegyzem, lehetne tartani egy másodikat esetleg ilyen nyugati felügyelet mellett, zárójelbe zárva, hogyha már valami szinten a demokráciát azonosítani tudjuk a nép akaratával, és bizony ezek az emberek menekültek. De elsősorban nem a háború elől menekültek, hanem az Azov gyilkolászó náci csapatai elől, amelyek az elmúlt 8 évben ezt a területet azért rendesen végig mondjuk úgy monitorozták, és bizony nagyon sok embert meggyilkoltak. Tehát ugye megint honnan nézzük a kérdést. És hogyha még tovább megyek egy kicsit játszva, idézve a játékot a problémával, akkor tulajdonképpen Magyarország is számon kérhető,
hiszen ugye a Kárpátalján lévő magyarokat ma már egyértelműen hát deklasszált, nem elfogadható népcsoportnak tartják Ukrajnában a magyar kormány úgymond politikája miatt. Ebből következően minket egyfajta ellenségként kezelnek, egyébként egyre több jele van annak, hogy Magyarország irányába hát meglehetősen fura magatartást képvisel most már a gyakorlatban is Ukrajna. Hát így valamilyen szinten áttételesen ellenfelek vagyunk, ergo az ide érkezett, nem tudom, 1 millió vagy mennyi menekültet, tulajdonképpen a Magyarország akkor elrabolta azzal a logikával, ami tulajdonképpen Putyin bűnösségét próbálja bizonyítani. Ugye az a nagy kérdés, hogy amikor Putyin bűnösségét próbálják bizonyítani, akkor egyáltalán milyen tények alapján, meg bizonyítékok alapján lehet kiindulni, és egyáltalán eljuthat-e bármikor a tárgyalásig ez a történet, mert én nem hiszem, hiszen például Oroszország nem is tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, ahogy egyébként Amerika sem. És azért tartom ezt nagyon érdekesnek, mert most rámondják azt Putyinra, hogy háborús bűnös, de valójában mindannyian tudjuk, hogy soha nem lesz tárgyalás. És akkor ugye itt merül fel, hogy ha ez viszont kommunikációs trükk, akkor kell-e ahhoz Hága, ha meg esetleg nyitva hagynak olyan kiskapukat, hogyha valamelyik olyan országba megy Oroszország elnöke, akkor tényleg lehessen tartóztatni, az meg érdekes kérdéseket vet fel. Ön szerint mi lesz ennek a történetnek a folytatása? Ugye ennek a joghoz semmi köze. Tehát ez a Hágai Bíróság, ez egy politika által determinált, finanszírozott, és én tudom, egy nagyon morbid politikai erőtérnek a kiszolgálója jogi tallárba, vagy talérba, vagy nem tudom pontosan, hogy mondják, talárba öltözködve. Tehát ez messze van a jognak attól a fajta általunk elfogadható, megszokott, és egyébként a normatívát képviselő élethelyzetétől. Na most ebből következően tulajdonképpen ennek a Putyin elleni eljárásnak az előbb próbáltam levezetni, tulajdonképpen nincs alapja, hiszen menekülőket befogadó Oroszországról beszélünk, és nem elrabolt emberek sínlődése folyik ugyanezen logika szerint. Tehát messze van a realitástól, azaz Putyin ilyen értelmi bűnösségétől. De nem is erről van szó, és azért van körülbelül, hogy itt egy politikai kiszolgáló egységről van szó. Arról van szó, hogy előbb-utóbb kénytelenek tűzszünetről beszélni, a felek előbb-utóbb kénytelenek a béke megállapodás irányába mozdítani a folyamatot, hiszen maga az egész eskaláció, a fönntartott feszültség, ez ma már Európa sorsát erősen befolyásolja, és nem úgy, hogy háború, hanem úgy, hogy a házi a békét és a béke feltétel rendszerét is megkérdőjelezi. Gondoljunk arra, hogy sorra lángolnak föl, nem csak a Franciaországban, konkrétan a tüzek is, de hát az emberek elégedetlenségei már a Németországtól kezdve, Hollandián keresztül nagyon sok helyütt, abból a logikából és abból a következményből kiindulva, hogy az Ukrajnára, az ukrán helyzetre fogva emelkednek az energiaárak, ebből következően nő az infláció, ebből következően az emberek megélhetése messze elmarad a korábbitól, és itt nem is itt tovább, ugye most már Németországban gyakorlatilag megbénult a tömegközlekedés, hiszen sztrájkba léptek ugyanezen követelések miatt. Tehát előbb-utóbb meg kell kezdeni az úgynevezett reális vonalnak a kezelését, a fegyveres konfliktust meg kell állítani, gyakorlatilag el kell kezdeni egyfajta tárgyalást. Most igen ám, csak ezt nem fogják tudni elkezdeni akkor, hogyha az orosz államfő nem tárgyalóképes jogi, úgymond jogi értelemben, magyarul nem tudnak vele leülni, mert hogy egyébként körözött személyről beszélnek. Tehát ennyire, ebben még soha nem gondoltam vele, de hát valóban mondjuk így nem biztos, hogy Németországban le lehetne folytatni egy tűzszüneti tárgyalást. Hát sehol sem lehet lefolytatni, még Amerikában sem jól lehet, Amerika nem fogadja meg a bíróság rossz szerepét. Egyszerűen azért, mert a másik fél, azaz az orosz elnök, tulajdonképpen bűncselekménnyel vádolható. Tehát micsoda erkölcsi helyzet az, ugye, hogy egy bűncselekménnyel vádolható személy gyakorlatilag egyfajta nemzetközi szintű tárgyaláson részt vesz, sőt, úgymond a békéről, egy nagyon hát fontos tételről fog tárgyalni. Elfogadhatatlan, mondja ezt majd a sajtó,
a mögött ülő politikai sugallatra, és tulajdonképpen a közvélemény is el fog csodálkozni, hogy akkor itt hogy is van ez. Vagy bűnös, vagy nem bűnös, döntsék már el. Tehát magyarul politikai akadályt állítanak az egyébként törvényszerűen bekövetkezendő, mert nincs más alternatíva béketárgyalások elé. Ugye van Amerikában az az ismert mondás, hogy terroristákkal nem tárgyalunk. És most függetlenül attól, hogy Putyin követett el vajon háborús bűnt, vagy nem, ezzel kapcsolatban azért szerintem érdemes lenne majd vitát lefolytatni, de hogy ön jó mondásnak tartja azt, hogy bűnözőkkel, terroristákkal nem tárgyalunk? Mert most is egy kicsit ez hallatszik a washingtoni döntéshozók részéről. Ugye el is mondták, hogy kizárt a tűzszünet Ukrajnában, hiszen egy tűzszünet is Oroszországnak kedvezne, mert hogy addig össze tudnák szedni az erejüket. És ahogy az amerikaiak mindig mondják, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, felmerül ez a kérdés, hogy ez jó megközelítése a problémáknak. Még egy gondolat, hogy ugye láttuk azt, hogy a különböző közel-keleti probléma megoldás esetében is mindig ezt mondták, hogy nem tárgyalunk, mert tömegpusztító fegyverük van, meg diktátorok, meg ez van, az van, és amikor beavatkoztak katonailag, akkor ott például nem lett jobb a helyzet. Hát igen, csak ugye az a nagy probléma ezzel, hogy az Egyesült Államok hát lassan bogozhat csinál saját magából. Pontosan azért, amit van is említett, rengeteg helyen úgymond tömeggyilkosként jelent meg, és jelenik meg, és a történelemben így lesz elkönyvelve az ő tevékenysége, Iraktól kezdve, Szírián keresztül, Afganisztánig mindenfelé. Tehát milyen erkölcsi alapból nyilatkozik ő arról, hogy ő tart terroristának, hát nyilván azt, akit nem kedvel, nyilván azt, aki politikai ellenfele, és így talán. Tehát én azt gondolom, hogy lassan le kell mászni arról a magaslóról Amerikában is, mert egyébként is az ukrán-orosz konfliktus ukrán-orosz értelemben kell megtárgyalni, hisz ukrán-orosz emberek vére folyik abban a bizonyos régióban, és nem amerikai, és nem német, és nem egyéb nációi, akik egyébként rendelkezni akarnak e fölött, a konfliktus fölött, a béke érdekében is, úgymond. Nem véletlen az, hogy Kína, aki szintén nem egy kicsi hatalom ma már, semmilyen szempontból, illetve akármilyen szempontból is vizsgálnánk, tette meg az első javaslatát a béketárgyalások elkezdésére, sőt, még konkrét forgatókönyvet is mondott. Ennek nyilvánvalóan Washingtonban, meg Brüsszelben, meg bizonyos helyeken azonnal neki csörtettek, mondván, hogy Kína mit akar itt. Hát épp azt, amit Amerika formálisan. Az egy más kérdés, de ez Amerikának be kellene vallania, hogy ő azért érdekelt tulajdonképpen ebben az orosz-ukrán konfliktusban, mert ő irányítja Ukrajna vezetését, mert ő nevezte ki Ukrajna vezetését, ő látja a fegyverekkel Ukrajna vezetését, és ő determinálja, ő határozza meg, hogy az ukrán vezetés, Zelenszkij az élén mit tehet és mit nem. Ha ezt bevallja, akkor a második fokozatban van erkölcsi alapja azt mondani, hogy kivel óhajt tárgyalni és kivel nem. De még ezt be sem vallja, addig milyen jogon címkéz másokat terroristának vagy bármi másnak? Itt merül fel a kérdés, hogy vajon eljöhet-e az a pont, amikor Amerika érdeke is az lesz, hogy tűzszünet vagy éppen béke legyen, vagy hogy látja, ettől még messze vagyunk? Én azt gondolom, hogy ez 24 kérdése, 2024 kérdése. Itt csak arról lehet szó, hogy ki lesz az elnök 2024-ben, az újabb amerikai elnök választást követően. Ha a Biden vagy az őt valamilyen más módon követő demokrata jelölt fog nyerni, akkor ez hosszú ideig húzódik, ez a bizonyos konfliktus. Nyilván ugyanilyen megtüzdelt ellenségképekkel is megpróbálnak erkölcsileg mindenki más lejáratni, aki nem ért ezzel egyet. Ha a republikánusok nyernek, ott is érdekes a kérdés persze, hogy Trump-i vagy valaki más, mondjuk a floridai mostani kormányzó, aki azért aspirál egyfajta alternatívaként Trump mellett elindulni, mert ha Trump lesz, akkor azonnal le fogják állítani. Ugyanis Trump nem függ olyan értelemben és annyira erősen a mainstreamtől, a háttér erőtértől, mint bárki más rajta kívül, mint amennyire véleményem szerint, és ne legyen igazam, még a floridai kormányzó is bizonyos fokig valamilyen szinten be van ágyazva, független attól, hogy az életpárti, független attól, hogy nagyon fontos intézkedéseket tett Floridában, ami eltér a mai amerikai mondjuk fő vonaltól, vagy fő sodortól, vagy politikai elvárástól. Tehát
én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ott rend legyen Ukrajnában, hogy elinduljon a béketárgyalás a tűzszünetet követően, ahhoz Amerikában kell változni a politikai vezetésnek. Ugye Rod DeSantis, a floridai kormányzó egyébként a napokban azt mondta, hogy Putyin vesztes, és Oroszország lényegében egy benzinkút, egy rakás atomfegyverrel. Tehát, hogy azért ő is máshogy áll ehhez a kérdéshez. És akkor itt érkeztünk meg egyébként Donald Trump esetleges letartóztatásának híréről, bár most azt lehet hallani, hogy az ügyvédei azért már alakítottak ezen a dolgon, hogy a tényleges letartóztatás ne történjen meg, de ha azt mondja, hogy mondjuk a Hágai Nemzetközi Bíróság azért akarja Putyin, vagy azért adja ki a letartóztatási parancsot Putyin ellen, hogy elszigetelje a tárgyalásoknál, akkor ez igaz lehet Trumpra is, hogy egy ilyen esetleges letartóztatással, vagy egy újabb vád alá vonással azt próbálják meg elérni, hogy még véletlenül se tudjon elindulni az elnökválasztásokon? Nem ismerem az amerikai jogrendet ez ügyben, tehát hogy mennyire egy folyó ügy kizárója annak, hogy esetleg induljon. A börtönből ha is igen, indulhat egyébként. Ha igen, hogy mondtam? Hogy a börtönből is indulhat egyébként. Oké, akkor viszont azt gondolom, hogy azzal azt a célt, hogy induljon, nem tudják, hogy ne induljon, nem tudják elérni. Viszont ha ezt végig futatják, akkor Trump nyerni fog. Ugyanis a meggyőződésem szerint ez annyira, hogy mondjam, alacsony szintű próbálkozás vele szemben, amely már véleményem szerint az amerikai társadalom jelentős részén sem tud keresztül menni úgy, ahogy szeretnék. Egyszerűen arról van szó, hogy valamiféle ilyen pornószínésznővel volt, ami viszonyállítólag, és utána, hogy ez ne derüljön kimondván, és ne kapjon sajtó nyilvánosságot, valamiféle hát ilyen pénzt fizettek ennek a hölgynek, hogy ne beszéljen erről. És aztán a következő vád ezzel kapcsolódik, megint csak nem kicsit mondjálán fogalmaz a részemről, hogy egyébként ezt a kampányfinanszírozásra szánt pénzből tették meg. Most nem csak az a vicces oldala, hogy a Trumpi kampány nagy részét Trump maga finanszírozta a saját pénzéből, a saját milliárdjaiból, hogy így fogalmazzak, pontosan azért, hogy meg tudja tartani, amennyire csak lehet a politikai függetlenségét. Ő egy nem politikus, ezt azért lássuk be, ő nem a hagyományos játékszabályok szerint játszott akkor sem, mikor elindult a választáson, amikor megnyerte, utána se volt ez rá jellemző. Az egy más kérdés, hogy nekünk itt Európában, vagy főleg Európában azért sokkal pozitívabb értékrendeket képviselt és a gyakorlatban hozott, de ez most mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy a vád semmilyen szinten nem üti ki egyrészt az erkölcsi mértékét, szerintem Amerikában, másrészt pedig a bizonyíthatóságot. Viszont arra egy jó PR, hogy lám-lám, nyilvánvalóan azért akarják ezt megtenni, hogy ne tudjon indulni, és az emberek azt mondják, hogy lám-lám, akkor még megválasztjuk, mert mégiscsak disznóság, hogy ilyen módon próbálnak megszabadulni egyesek az ellenfelüktől. Szerintem ez egy kontraproduktív megoldás lenne. Viszont sokan, akár az amerikai állampolgárok közül is látom, hogy azt mondják, hogy úgyis el fogják csalni a választásokat, és nagyon érdekes látni ezt Amerikában, hogy a választások tisztaságába vetett hit inog meg. Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor mennyire hozhatja ez azt a helyzetet, hogy tömegével maradnak távol akár a republikánus szavazók a szavazóurnáktól. Igen, ez a veszély megvan nem csak Amerikában, hanem jövőre 2024-ben, az Európai Uniós választás idején is. És ez nagy baj lenne, hiszen nyilvánvalóan azok fordulnak el ilyenkor, akik frusztráltak, akik úgy érzik, nem hisznek a politikában, nem hisznek abban, hogy az ő jelenlétük, az egyes ember, a civil emberek jelenléte az igenis befolyással rendelkezhet, az ő választások tulajdonképpen tiszta szinten jelenik meg. Ez egy nagyon szomorú dolog, de szerintem rossz irány az emberek részéről. Tehát itt nagyon fontos lenne meggyőzni őket arról, aki tudja persze, és ez eszközrendszere van, hogy nem ez a megoldás. Nyilván lesznek csalások, és hogy az amerikai választásban főleg az a nagyon rossz megoldás, nem tudom, hogy miért fogadták ezt el, valószínűleg ilyen kényelmi szempontból, vagy arra hivatkoztak, hogy nagyok a távolságok. Tehát ugye az internet bekapcsolása tulajdonképpen a választásban különböző formákkal, ez valóban nagyon komoly lehetőség arra, ez egy egyszerű technikai megoldás, a levélszavazatok szintén ebből a szempontból, hogy elcsaljonak arányokat, ha nem is 100%-os formában.
És ugye mivel itt több rendszer, több lépcsős rendszerről van szó Amerikában, ezért ennek nagyon komoly jelentősége lehet. És erre volt példa épp a legutóbbi választások idején. Tehát itt az embereknek az a fajta frusztrált érzése, hogy úgysem érdemes, mint hiszen az lesz, amit ezek a nagyfejűek akarnak, ez jogos felvetés, de nem jogos a reakció. Mert így tényleg átadják a terepet egy nagyon szűk törpe kisebbségnek, akik aztán úgy ugráltatják őket, ahogy nekik tetszik. Sokakban felmerül az a kérdés, hogy vajon miről szól ez a nagyon végletes küzdelem. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy voltak esetleg választási csalások az Egyesült Államokban, ha elfogadjuk azt, hogy Donald Trumpot nem csak ilyen humanitárius okok miatt akarják félreállítani, hanem taktikai okok miatt is, akkor felmerül a kérdés, hogy mit tud ennyire Trump, vagy mitől félnek az ellenfelei, hogy ennyire foggal körömmel akadályozzák, hogy ő például el tudjon indulni. Hát pontosan attól, amit ugye itt a DeSantos esetében ön is mondott, hogy a republikánus és a demokrata politikai elit között lényegi különbség nincs, hiszen az eredője mind a kettőnek ugyanaz. Az a fajta ipari háttér, aminek az alaptétele, a nagyobb százaléka a hadipar, a kisebb százaléka mondjuk a pénzvilág meghatározott elemei. És ugye ez egy amerikai csapda, tehát ez nem arról szól, hogy kinek tetszik így, vagy ki szeretné, vagy ki fogja másképp tenni. Ez egy csapda, ami kialakult 70 év alatt, ugye a első-második világháborút követő élethelyzetként determinálódott ez a helyzet, hogy tulajdonképpen a hadipar az, amelyik az amerikai gazdaságot meghatározza, húzza, fölemeli, és gyakorlatilag szinten tudja tartani. Tehát mindegy, hogy ki az elnök, republikánus-e vagy demokrata, csak annyi a különbség, hogy demokraták a fegyvereket háborúkban égetik el, a republikánusok meg mondjuk el akarják adni a szövetségi rendszeren belül, vagy azon kívül, mert hogy a költségvetésre, a bevételekre szükség van. A Trump ezzel szemben egy teljesen, mondjuk úgy kezelhetetlen játékos, hogyha ezt a logikát követjük. Tehát én azt gondolom, hogy vagy nem érti, vagy nem akar érteni, vagy félreérti, vagy nem is érdekli Amerikának ez a fajta meghatározottsága, ez a kényszer helyzet, ez a 22-es csapdája, ami az amerikai gazdaságot meghatározza. Egy vállalkozó volt, aki saját erejéből, ügyeskedésekből, nyilván trükköket sem mellőzve, amerikai álomként élte meg a saját életét, és azt mondta, hogy nem, Amerika a vállalkozások, a kreativitás, az alkotni vágyók és egyedeknek a földrésze és országa, és hagyjuk már ezt a háttérben lévő erőtereket, meg bankárokat, meg Rothschildokat, meg akárkiket. Másképp kell ezt az egészet kezelni, tessék, legyenek rólam példát, én majd elmondom, hogy én hogy csináltam, és csinálja mindenki más is. Ez jó pofa, mondjuk egy közízlés oldaláról, csak nem politikai realitás ma Amerikában. És ugye ezért gondolom azt, hogy a Trump meg tudja nyerni a közvéleményt, lesz elég pénze hozzá, befolyása, média és egyéb, hogy el tudjon indulni és megverje a republikánus jelölteket a saját belső párt, mondjuk, hogy előválasztások, illetve hát kiválasztás során, és el fog indulni, és ha nyer, nos, akkor megint nagyon-nagyon nagy zűrzavar keletkezik, hiszen én azt gondolom, hogy egyre szűkebb támogatási kör az, aki őt vagy ugyan fölkarolja és viszi, a politikai elit részéről. És van esélye nyerni? Mert ugye most a félidős választásoknál, mintha pont azt láttuk volna, hogy akkora média nyomás volt Trumpra, hogy azok a jelöltek, akik Trump emberének számítottak, vagy Trump támogatójának, kifejezetten rossz eredményt értek el. Jó, de hát itt jön be az, amit az emberek gondolnak Amerikában, hogy a befolyás, ugye magának a folyamatnak a kezelésére a média túlsúlyjal, hangsúlyjal, a pénzzel és a különböző hát látványosabb trükkökkel valóban manipulációt jelent egyértelműen. Tehát ott már nagyon minimális az a fajta gondolatiság, hogy valóban az emberek értékarányban, vagy mondjuk az akaratoknak szerint, vagy az elképzeléseik szerint történnek a dolgok. Az embereket már kihagyták nagyon régen Amerikában. Ők ezt még nem vették észre nagyon sokáig, hogy az utóbbi években kezdenek erre rájönni, hogy hát itt mi tulajdonképpen egy ilyen partonon kívül vagyunk, úgy 200 millióan körülbelül,
Tehát ez a manipulációs technika, ez már túlnőtt minden egyéb formát, és én úgy gondolom, hogy Trump nem fog tudni nyerni ebben a közegben. És akkor itt merül fel Magyarországnak a helyzete, ugyanis hát például most, ha egy friss hírt olvasunk, egy éles váltással, hogy ugye nemrég egy eljárást indítottak a gyermekvédelmi törvény miatt, ezt egyébként az Európai Unió 9 tagállama, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Írország, Ausztria, Málta, Dánia és Spanyolország írta alá, és mellettük most Ukrajna is támogatja a magyar gyermekvédelmi törvény ellen indított eljárást. 12 ukrán civil szervezet közleményt adott ki, amelyben a többi európai országot is arra buzdítják, hogy álljanak ki a bírósági eljárás mellett, és a Kreml inspirálta magyar törvény ellen. Szóval hogy itt Magyarország szerepét kérdezném ezekben a geopolitikai változásokban. Ugye láttuk azt, hogy Magyarország azért Donald Trump-al például kifejezetten jó kapcsolatot ápolt. Hogyha itt most megváltozott, és ugye most már Joe Biden az USA elnökeként ugye ide küldte például az új amerikai nagykövetet, más a helyzet, más a hangulat. Látjuk, hogy az Európai Unió részéről is azért óriási nyomás van a hazánkon, de felmerül a kérdés, hogy lehet ez még rosszabb? Mindenképpen rosszabb lesz. Egyébként ezekre az országokra, akik beszálltak ebbe az abszurd följelentés sorozatba, ez szégyen rájuk nézve. Szégyen egy Írországra, és hadd ne soroljam a többire, azokra az országokra, amelyeknek a történelméből hát amire büszkék lehetnek, az a katolikus értékrendjük, a keresztény értékrend. A keresztény értékrendnek a lényege az emberi élet védelme alapvetően, sok más mellett, de ez egy nagyon hangsúlyos dolog, az életvédelem, és egyébként ezen túl nyilvánvalóan a normális élethez való jog, azaz a gyerekek védelme is. És ezek az országok jelentenek föl minket azért, mert Magyarország kormánya egyértelműen a nép akaratával együtt, hozzáteszem, azt mondta, hogy el a kezekkel a gyerekeinktől, nem kérünk mindenféle őrült, kretén, idiótának, már bocsánat a csúnya mondatokért, ugye támadása a gyerekeink ellen. A szexualitás az nem 10 éves korban indítandó, és magyarázandó és gyakorlandó dolog, és ezt a magyar kormány lehetősége szinten törvénybe iktatta. Minden országnak, aki minket most följelent, ezt meg kellene tenni. Egyébként tudjuk jól, hogy Angliában is volt gyermekvédelmi törvény még a Thatcher kormány idején, aztán jött egy másik kormány, és bizony ma már 4 éves gyerek nem váltó műtétre jelentkezhet, a TB által finanszírozva, és egyébként a szülő, hogy mondjam, engedélye nélkül. Én nem gondolom, hogy Magyarországot ide kéne juttatni. És ebben az egész forgalomban, ami, és forrongásban, ami még pontosabban káoszban, ami Európában kezd egyébként elhatalmasodni. És nem csak utcai tüntetések miatt mondom, hanem bizony a politika, a politikai elitnek azon vélemény alapján, hogy a normalitás teljes egészében száműzni kívánják az életünkből. Magyarországnak óriási szerepe van, ki kell tartanunk. Nincs mese. Tehát ki kell tartanunk abban, hogy mutassuk annak az 500 millió, sőt több európai embernek, hogy nem, a ti vezetőitek rossz irányba mennek. Hogy mit jelent ez a kitartás időben, erőben, és lesznek-e majd híveink és követőink, az egy megint másik kérdés. De nekünk nincs más alternatívánk, mint ezt folytatni. Csak itt merül fel az a kérdés, hogy ki tudunk-e tartani, illetve például, ha most ilyen eseményeket látunk, akkor annak milyen következményei lehetnek Magyarországra nézve? Tehát ha például eljárások vannak, akkor az mivel jár, hogy nem kapjuk meg az uniós pénzeket, vagy még egyszer elítélnek minket? Ugye ez mindig ilyen nagy kérdés, hogy ezek vajon mit hozhatnak még Magyarország életében? Nem látom a jövőnek ezeket a szó részleteit, hogy így fogalmazzak szerintelenül. Én azt látom, hogy Magyarország, ugye az uniós forrásokra konkrétan is szoktalva mindent megtett, szerintem nagyon sokszor fogcsikorgatva ment bele olyan tételekbe és olyan feltételekbe, amely azért nem a kormányprogrammal volt egyenértékű, de megtette. Bizonyítsa a jó személyiségét, bizonyítsa azt, hogy ő igenis elfogadja adott esetben a többség által meghatározott dolgokat. De ez hiába tette meg, akkor sem abba az irányba hat, hogy rendben van, akkor korrektül elszámolunk. Nem.
Tehát Magyarország megfojtása nagyon sok szempontból, nagyon komoly, nagyon végiggondolt stratégia mentén történik. Ami egyetlen egy dologról szól, tetszik vagy sem, szeretjük vagy nem az Orbán kormányt, abban a pillanatban, nem Orbán kormány lesz hatalmon, mindaz, ami Európában az elmúlt 70 év alatt, mondjuk az elmúlt 30 év alatt durván megjelent, és ami az abnormitás jellege, azt gyakorlatilag 4 éven belül azonnal levezénylik. Ebben senkinek legyen egy perc kétsége. És akkor bizony nem csak Magyarországban bajban, hanem Európa. Mert jelen pillanatban, szintén tetszik vagy nem, szerénytelen vagy szerény mondat, Magyarország az utolsó esély arra, hogy megmaradjon egyfajta normális politikai gondolkodás irányában Európában azért a lehetőség. Oroszországot már kinyírták ez ügyben, ilyen csúnyán fogalmazok megint, mert Putyin ugyanazt a logikát követte. És Orbán Viktor nem azért követi és mondja ezeket a törvényeket, és nem ezért fogadtatja el a parlamenttel a javaslatokat, hanem azért, mert ez a normális. És jelen pillanatban Európa ezt nem így gondolja. De ez nem azt jelenti, hogy nem mi állunk a normális oldalon. Itt merül fel a kérdés, hogy vajon az átlagállampolgárok, és most nem a politikára gondolok, hanem az átlagállampolgárok más országokban hogy gondolkodnak, hogy vajon a média agymosása már elhitette velük, hogy az a normális, ha mindenki olyan nemben él, amiben szeretne, annyi idősen, amikor szeretne, vagy az átlag európai emberek még továbbra is amúgy normális módon gondolkodnak, és azt mondják, hogy úgy kéne, mint Magyarországon. Meggyőződésem, hogy így van. Tehát az európai emberek tisztességesek, normálisak és normálisan élik az életüket. Egy probléma volt velük, de ez megint nem feltétlenül csak nekik róható föl. Az, hogy mondjuk ugye a érzékenységüket ebben az irányban, vagy érzékenységüket egy másik fajta érzékenyítéssel tönkretették, azaz közömbös társadalmakat faragtak az elmúlt 70 év alatt az európai, nyugat-európai országok társadalmából. Ezzel azt értem, hogy a jólétnek nagyon egyszerű feltétele volt, ne foglalkozz a politikával. A te jólétednek a feltétele, hogy a politika majd megfelelően irányít, teszi a dolgát. És gyakorlatilag ez a fajta, hát mondjuk úgy önként vállalt elfordulása a politika kreatív értelmezésétől, ez most a tragédia Európában. És egyre többen jönnek arra rá az európai emberek közül is. Jó lehet, ez nem lesz egy nagyon gyors folyamat. És nagyon sokan kapálóznak ennek a elfogadásától, hiszen ezzel gyakorlatilag az elmúlt élettörténetüket is újra kellene értékelni, és azt nem szeretnék, senki nem szereti. Szerintem mi magunk sem. Még a jelenen el vagyunk, a jövőt nézzük, de hogy a múltat mindenképpen megtagadjuk, újraértékeljük, önmagunkat tegyük felelőssé bizonyos folyamatokért, hát abban nehezen megyünk bele, ugye? Így van Nyugat-Európa is, de meggyőződésem, hogy a nyugat-európai nemzeteknek, országoknak, társadalmaknak a többsége ezt meg fogja érteni. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy generációs kérdés, és nem a mi, hanem az utánunk jövők fognak majd rendet vágni, de képtelenség, hogy ne ez legyen a megoldás. Na akkor itt jön egy utolsó gondolat, hogy igen, csak mi van, ha az érzékenyítés már olyan irányba megy, hogy amit korábban abnormálisnak gondoltunk, az is már teljesen normális lesz. Gondolok arra, hogy például a 60-as évek szexuális forradalomja, az, ha azokat a követeléseket néznénk ma, azok már teljesen gyenge, vagy hát sokan nem is értik, hogy akkor az miért volt akkor a szabadságharc. És mi van, hogy ha eltelnek az évtizedek, akkor már abszolút nem lehet visszafordítani egy konzervatív, normális világba, mert egy idő után már azt is evidenciának fogják tekinteni még a normális emberek is, ami most még abszolút nem evidens. Ennek a veszélye nyilván megvan, tehát én nem akarom bagatellizálni azt, hogy ez egy nagyon végig gondolt koncepció, és nagyon sok energiát, pénzt és egyebet öltek bele, hogy ide jusson Európa a jelen pillanatban van, és amiről ön is beszél, hogy hát bizonyos emberek azt mondják, hogy ugyan már, hát lehet, hogy ez a, jó, ez a fejlődés, ez az új narratíva, hát miért csináljuk így? Rendben van. De nagyon sokan vannak, mi magunk is, ugye erről beszélgettünk több alkalommal, akik ezt nem akarjuk.
Hát akkor vegyük fel a kesztyűt. Én nem győzelemről beszélek itt még rövid távon, de egyértelműen arról igen, hogy ezt nem szabad elfogadni. Mert ez minden ellen való, leginkább az ember normális érték ellen. És ez nem ideológiai kérdés, hanem szerintem a létezésünk alapfeltétele. Földi László, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Kérem.